Ez a nagy busz, azzal fogunk menni. Rendőrségi helyszínelő buszba ülhetett be még 2 éve, 2019 nyarán a várdombi Ács Ricsi. A nagybeteg fiúnak akkor régi álma vált valóra. Egyenruhások érkeztek a családja házához, hogy megmutassák neki az általuk használt járműveket. Ezek pedig már a mostani felvételek. Ricsi most fejlesztő táborban van, és az állapota halassan is, de javul. Napi 2 alkalommal vesz részt speciális, izomerősítő gyakorlati foglalkozásokon, egyszer pedig lovaglásra van lehetősége. A fiú egyébként jó tanuló az iskolában, szeret olvasni és zenét hallgatni is. Vannak sikereim az életben, például az iskola, na hát nagyon, nagyon büszke vagyok magamra mindig is, példás magatartás, meg példás szorgalom jellemzett, 4 darab 4-esem van, a többi 5-ös. A szabad idejében mindig valami kreatív dologgal foglalja el magát. Legutóbb benevezett egy meseíró pályázatra is, melyen kiemelkedő eredményt ért el. Janikovszki Éva országos meseíró pályázaton, hát országos második helyezést értem el a Múlt nyomában című írományommal. Egyébként erre is büszke vagyok amúgy. Az intenzív terápiás táborban Ricsihez hasonló fiatalok vannak. A szervezők a támogatói felajánlásoknak köszönhetően a gyermekek és családok részvételi díját is igyekeznek lecsökkenteni. Az idei 11 fiatalból 10 már visszatérő vendégnek számítanak. Igyekszünk közbeszínes programokat szervezni nekik, hogy ne az otthoni megszokott steril körülmények közötti fejlesztéseket kapjanak. Kicsit együtt lehessenek, egymást motiválják, jól érezzék ők is magukat, és megtapasztalhassák azt, hogy milyen egy ilyen táboros élmény az ő életükben is. Ricsi egyik nagy álma már teljesült azzal, hogy szerepelhetett a tévében. Imád a kamera előtt állni, ezért azt mondta, további terveit egy következő forgatás alkalmával szeretné megosztani a nézőkkel.